Kapos Section tartotta soron következő éves 5. ülését a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás. Kiemelt napirendi pont volt a költségvetési rendeletének felülvizsgálata, mondta el a szervezet elnöke. Alapvetően éves szinten 6 darab ülésket tartanunk, az idén ez volt az 5. Nyilván még aktuális témákhoz, illetve kérdésekhez kapcsolatban hívjuk össze a társulás ülést. Mai testületülésünknek a kiemelt része volt a költségvetési rendeletünk határozatunknak a felülvizsgálata, hiszen szeptember 30-ával mindenki felülvizsgálja. Jelentem, hogy időarányosan tudtuk tartani azokat a számokat, amelyeket elfogadtunk februárban. Likviditási problémával nem küzd a társulás. Hiszem, hogy ez ki is tudjuk húzni így az évet, és nyilván a jövőben is tudjuk tartani ezt a ritmust, és nem lesz likviditási problémánk. Lejárt határozatok tekintetében mindig a két ülés közti dolgoknak az újra a tárgyalása kerül elő. Minden esetben a napirendi pontokat pénzügyi bizottság és humán bizottság is megtárgyalja, és nyilván így már a magába társulási tanácsülés azt gondolom, hogy egyszerű helyzetben van, hiszen hogyha van is hiányosság, a bizottságok feltárják ezeket. Ma került felülvizsgálatra a kafetéria szabályzatunk is. Nyilván a természetben a juttatások közül a gépek előtt ülő munkát folytatók tekintetében volt egy kis hiányosságunk, azt most beemeltük a szabályzatba. A Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás ülésén a járás klímastratégiája kiemelt helyen szerepelt. Nem állítom, hogy ma megbirkóztunk mindennel, egész biztos vagyok benne, hogy november végén, december elején valamikor egy külön napirendi pontban erre több órát kell szánnunk, hiszen egy nagyon fontos napirend. Azért készül egyszerre is párhuzamosan ez a két klímastratégia, hiszen nem lehet, hogy a járás központban másképp gondolkodjunk, mint ahogy a 15 településen. Azt láttam, hogy nagyon sok közös pontunk van. Nyilván klíma tekintetében üzemméretű adódóan Dombvár egy nagyobb kihívás, hiszen nagyobb, sokkal nagyobb a környezetre káros kibocsátása, de nagyon remélem, hogy december végéig mind a két stratégia olyan állapotba kerül és fogyasztatóvá válik, hogy amit belefektetünk munkát, az azt követően vissza is köszönhet, hiszen ez a dolog akkor ér bármit, hogyha ebben mi végrehajtjuk azokat, amit ebbe vállalunk. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke Orbán Attila is elfogadta a társulás meghívását, aki a megyei önkormányzat munkájáról számolt be a megjelent polgármestereknek. Nyilván ugyanúgy kiad az önkormányzatra is az energiaválság, mint a többi más önkormányzatra, tekintettel, hogy azért kevesebb intézménnyel birkóznak, mi birkózunk a mindennapokban, részükre azért a válaszok talán egyszerűbbek. Topos pályázatok állapotáról, illetve jelenéről számolt be egy picikét. Nyilván továbbra is mindannyian azt gondoljuk, és ezt már többször elmondtam, én örök optimista vagyok, bizony benne, hogy december 31-ig Brüsszellel sikerül megegyezni, és akkor elindult az a fejlesztés, amelyre már több éve, évek óta várunk, hiszen azért a 2021-et követően 21-27-es ciklusban azt gondolom, hogy 19-ben már fel volt használva a források nagy része, amikor néhányan újonnan lettek polgármesterek, mint jó magam is Dombaváron. Nekünk a nagyon nagy lehetőség a 21-27 lenne, és erre mi nagyon készülünk. A 16 település önkormányzatát magába foglaló társulás törekszik arra, hogy mielőbb egy teljesíthető klímastratégiát fogadhassanak el.